amikor is azt hiszem jó kis melegünk lesz, és már most 9 órakor érezhető a mai napnak a hősége. A mai napnak a témája a felnőttkori állampolgári tanulás, a felnőttkori szocializáció. Ezt a napot egy kicsit hagyománytól eltérően átalakítottuk, mármint hogy annyiban, hogy az elején lesz egy felvezető előadás, amely a cselekvésen át való tanulásról, a felnőttkori tanulásunkról, a szocializációnkról, ami az életünk során végig, az egész életünket végig kíséri, zajlik, és utána pedig egy izgalmas 4 témakörben tanulóköröket szeretnénk szervezni, és amit tegnap lehetett látni, minden tanulókörvezető készített egy-egy összefoglalót, és ezek alapján eldönteni azt, hogy más legyen. Nyilván nem volt egyszerű, és mi is a Levivel, a Sotkó Levente és Molnár Aranka vagyok, és mi vagyunk a mai napnak a gazdái. Ezt így mindig el szoktam felejteni a bemutatkozást. Ez így kimarad. Igen, lehetett olvasni, meglátni. Hogy nagyon sokat agyaltunk azon, hogy mennyiben tud más lenni. Tehát, hogy miután ugye azért a tanulókörök sorozatot jelentenek, ez a most egy alkalmunk van rá, és hogy mitől tud más lenni, mint a műhely maga, hát reméljük majd kiderül, hogy mitől lesz más, mint a műhely. Egy kicsit a kiadottól eltérően az időpontokban vannak eltérések, és van egy plusz programelemünk, ami nem szerepel ezen a eredeti, és akinek a régi programja van még, mert hogy az előadások után a 4 tanulókörrel elmegyünk, az 1-es tanulókör marad itt, a 2-es a domba, a 3-as a tető alá, a 4-es pedig itt a büfé kávéház előtti valamelyik asztalnál, amelyik hűvösbe lesz, épp ahol árnyék lesz, zajlik majd a beszél. Mindjárt be fogunk mutatni, ez csak egy ilyen kis keret, fogunk mindenfélét. És ezt követően itt újra nagyban összegyűlünk, és megérkezett hozzánk a Benedek Gabi. Van egy nemzetközi program, amelynek a Közösségfejlesztők Egyesülete is az egyik partnere, és ahol zajlik a közösségfejlesztésnek egy újra definiálása, amihez hívunk itt mindenkit partnernek, hogy tegye bele hozzá magát, és ezt majd a Gabi fogja vezetni, és akkor ezután ebéd, és ezután következik az ünneplés. És akkor Levi egy kicsi, hát mit ünneplünk? Nem is tudom. Az, hogy 10-szer vagyunk itt így együtt. És akkor Levi egy kicsit beszél a tanulókörökről. Hát igen, csak röviden szeretnék egy kicsit a tanulókörökről beszélni, mert nem tudom, hogy találkoztatok-e, hogy találkoztak-e már ezzel a formával, amit tanulókörként, párbeszédkörként, akár önképzőkörként is lehet hallani. Hát most a tanulókört választottuk azért is, mert a RIÉK-nak is volt egy projektjük, nem régiben a közös tudásra, ami a önképzőkörökre, tanulókörökre alapozódott, és nekünk is volt a Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületével egy tantér plusz, ami ebben a kis térségben zajlott, ahol tanulóköröket szerveztünk mi is. És akkor hát gondolkodtunk sokat, hogy ezt a mai napot hogy kellene megcsinálni, főleg, hogy a felnőttkori szocializáció, iskolarendszeren kívüli, hát meg felnőtt képzés, és akkor meg úgy gondoltuk, hogy tanulóköröket hozunk létre. Hát eznek a tanulókörnek csak egy pár gondolatot szeretnék, tehát hogy ugye a svéd mintára szeretnénk ezt megcsinálni, persze lesz ebbe egy kicsit magyaros elem is ugyan, mert azt azért nem fog tudni. Hát annyit kellene a történelmet tudni róla, hogy ez a 19. században alakult ki a skandinávoknál. Ez igazából a tudás, az információ hiányos dolgokra ment rá, tehát az embereket szerette volna, hogyha minél jobban fölvértezi információkkal, tudással, és így ugye a demokratikus államhoz jobban hozzátartozik, és akkor tehát állampolgárra válásába segíti ezeket az embereket.
Elején ilyen spontán szerveződtek, ugye csak összejöttek emberek, és akkor egymás tapasztalataiból, tudásából merítkezve összejöttek és beszélgettek, hogy mit lehetne tenni igazán. Elején ilyen társadalmi dolgok mentek. Aztán a 20. században már pedig létrejöttek az ilyen tanuló egyesületek is, amik kifejezetten formalizálták úgymond ezt a tanulóköri, ezt a felnőtt képzési formát, igen. Ami ugye önképzésre alakul, és akkor itt már viszont bejöttek egy jobban struktúrált rendszert alakítottak ki, ahol itt kialakult, hogy tanulókörvezetők vannak, akik viszont nem frontálisan oktatnak, tehát nem az van, mint a hagyományos iskolarendszerből kiáll tanár, és akkor elmondja, amit tudni kell, és akkor majd visszaszámon kéri. Hanem itt egy kölcsönös, egy interaktív beszélgetés zajlik igazából, amiben ugye vannak most már tananyagok, ezért is próbáltuk mi is tegnap már itt kinyomtatgatni, amit a tanulókörvezetők csináltak témákba, hogy mindenkinek legyen, aki szeretne azon részt venni, egy előzetes, közös, mondjuk tananyagnak akkor. És akkor ezről kellene majd megosztani egymás tapasztalatából a megosztatok, és megvitatni azokat a dolgokat, amiket gondolunk, és akkor így egy jó kis anyag összeáll a végére. Ugye eredetileg ezek több alkalmas alkalmak lennének, ezt jól megmondtam. Tehát ez egy folyamat lenne igazából, meg Svédországban például úgy megy, de ezt mi most sajnos nem tudjuk megvalósítani. Hogyha benne vagyunk, akkor tehát kezdeményezést aztán. Ma az nem lenne jó, hogy jövőre is ugyanígy, de az se lenne rossz, mondjuk. Ja. Hát dönthet úgy egy tanulókör, hogy folytatja. Igen, tehát ez nincs kizárva. Tehát itt tényleg lényeg az, hogy a demokratikus elvek alapján, tehát aki a tanulókörökben részt vesz, az öntevékeny. Tehát az a lényeg, mindenki hozzátesz valamit, mindenkinek bele kell szólni, hozzátenni a véleményét, és így akkor kis alakul egy közös felelősségtudat, és akkor a közjó irányában most annyira nem akarok belemenni igazából, mert majd megtapasztaljuk úgy is a tanulókörökön, hogyha leszünk. Igen, és akkor a négy tanulókör, az egyes a tanulókör szerepe az állampolgárrá válás folyamatában, és akkor az lesz itt, Zsuzsa, és Mészáros Zsuzsa lesz a vezetője. Mondasz róla néhány gondolatot? Hát megpróbáltam elébe menni ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy az én tanulókörömben azt kezdeményezem, mivel a tanulókör lényegéről tudunk beszélgetni, hogy az állampolgárrá válás az nem különösen külön téma, tehát nem külön téma ahhoz képest, hogy az állampolgárrá válást hogyan segíti. Úgyhogy általánosságban a tanulókör témájáról egy kicsit beszélgetünk, hogy mit jelent az, vagy hogy milyen akadályai lehetnek ennek Magyarországon, vagy milyen specialitása a svéd modellhez képest. És igazából én azt szeretném, hogy akik ebbe a tanulókörbe összejönnek, azok közösen kiválasszák azt a témát, ami őket érdekli. Megbeszéljük azt, hogy ennek ki a témának a gazdája, hogyan készül fel rá és adja át a felkészüléshez szükséges információt a többieknek, és hogy így akár az országban különböző ponton élve is hogyan tudunk megcsinálni egy igazi tanulókört. Úgyhogy én azt remélem, hogy a miénk az egy tanulókör első szervezői megbeszélése lesz, és utána majd ebből egy valódi tanulókör alakul. Köszönöm. Úgy legyen. És hol leszünk mi? Itt. Ja, itt. A második tanulókör, a második esély, az iskolarendszeren belüli hiányok, ezek pótlásának lehetőségei a szocializáció folyamatában. Kovács Edit a tanulókör vezetője, és a Domban lesz. Ígérem, mert egy lesz. Ezt egy jelen idejű, Zsuzsáéhoz eltérően ez egy jelen idejű tanulókör lenne. Az példázva, hogy a fejekben lévő tudás az hogyan tehető ki az asztalra, és hogyan rendszerezhető, a téma maga adja azt. Tehát, hogy mi arról beszélnénk, ami a cím. Nem, újabb ötleteket nem várunk. Viszont a személyes tapasztalatokra és a személyes gyakorlatokra épülve megpróbálnánk megérteni mindazt, ami a fejünkben van, és egy kicsit azt megnézni, hogy a közösségi megközelítés szempontjából azokat a példákat, amiket mi jó példának hoznánk arra, hogy mik azok a szülői, családi vagy közösségi reakciók, amiket akkor hozunk, amikor úgy érezzük, hogy az iskola bizonyos dolgokat nem ad meg a gyerekeknek, és nem a számunkérés útjára lépünk, hanem valamilyen pótló, kiegészítő, hozzájáruló dologhoz például, és akkor ezekre jönnének majd, hogy
mik azok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek sikereket szerezzenek a tanulásban, hogy örömük legyen, hogy ilyen életpályákat lássanak maguk előtt. Ezekre kértem, aki elolvasta ezt a rövid felkérést, hogy gondolkodjatok ilyen példákon, és hogy ezeket akkor ott összesítenénk, és megpróbálnánk néhány szempont alapján rendszerezni, hogy mire valók, és hogy mi a feltétele, hogy ezek létrejöjjenek, hogyan kellene, hogy ezek működjenek, és mik azok, amiket érdemes terjeszteni. Köszi. A hármas tanulókör a városmegújító programokban kínált lehetőségek a városrész lakosságának az állampolgárá válásában, a közösségi dolgokban, amelyeket Péterki Ferenc vezet, és ez lesz az Eresz alatt, ahol Eresz alatt nő a pálma, vagy az nem a tető van. A tető alatti részben. Igen, tegnap a délutáni beszélgetésben, ha emlékeztek, a Márkus Ági föltett egy ilyen futurológiai kérdést, hogy nem tudom mikor, mennyi idő múlva a polgármestereknek mi lenne, illetve mi lenne, hogyha, és nagyon jó kérdések voltak egyébként, most sajnos hallja, egy kicsit nekem ciki, hogy szenvedítsérem, de hogyha egy 20 000-es városban lenne, akkor Laci és a többiek, hogy akkor hogyan viseltetne. Most erre lehetőség lesz, mert ez egy városi helyzet, amire készülünk. Azt írtam ebben a bevezetőben, ha valaki nem találkozott vele, tehát hogy akkor esetleg próbálom kiemelni, hogy amikor fejlesztésről beszélünk, akkor általában Magyarországon a mai gyakorlatban mindig valami fizikai infrastruktúrális fejlesztés van, és egyre gyakoribb, hogy város megújító programokban jut forrás és figyelem a közösségi, gyakran ezt soft elemeknek nevezik, tehát az aktivizáló, mozgósító programokra. Ez lenne a témája a beszélgetésnek. De hogy visszautaljak erre a falusi kérdésre, az a mi tapasztalatunk, de ez majd felülírható bőven, hogy csak úgy kezelhető egy nagyobb populáció, egy nagyobb kiterjedtségű településrész, ha kisebb egységekre, mi ezt városrészi vagy szomszédsági egységeknek szoktuk nevezni, ha ilyen kisebb egységekben próbálunk meg kezdeményezéseket, beavatkozásokat, aktivizálást elvégezni, ennek a lehetőségeiről lesz szó. Pontosabban arról, hogy meg tudjuk-e találni a szomszédsági élethelyzethez leginkább kötődő alapvető szükségleteiket az embereknek, mert talán erre mozgósíthatóak azért, hogy erőfeszítést tegyenek és tanuljanak. És itt mindjárt megjelenik a városban különösen, a falu egy picit ilyen szempontból más nagyságrend, ahogy a városban már vannak specializált intézmények, intézményrendszerek, és hogy tudunk az intézményekkel együttműködni, vagy hogy tudjuk az intézményeket nem csak szolgáltató egységekké, hanem inkább egy ilyen inspiráló, katalizáló szereplő helyzeti alakítani. Ilyesmiről szólna a hányas? Hármas csoport, amelyik a tető alatt ott van a leghűvösebb, ott lesz a leghűvösebb, ezt ígérem. A négyes tanulókör a szeklementekről, a szeklemek szerepéről szól az állampolgárrá válásban, amelyet Vicei Péter vezet, és azt gondoltuk, hogy ott a hűs-fás árnyékban a kávéház előtt valamelyik asztalnál lesz. Jó? Nagyon jó, köszönöm. Szóval, aki találkozott a papírral, ott a settlementről szerintem megpróbáljuk röviden elmagyarázni, hogy mi is az. Csak rövidítve Feri szavaival élve, hogy volt nyitott közösségi tér. Igen. Tehát, hogy egy ilyen nyitott közösségi tér hogyan tud hozzájárulni az állampolgári léthez, az állampolgárá váláshoz. Úgyhogy aki ide jön, annak egyrészt a saját tapasztalatait is figyelembe véve, meg egymás között ezen elgondolkodva próbáljuk meg megfejteni, hogy akkor hogyan is járulhat hozzá egy settlement az állampolgári léthez. És akkor a büfé mellett ott a igen hűsben találkozunk, aki ez iránt érdeklődik. Köszönjük szépen, és akkor átadjuk Ilikának a szót, aki a mai gondolatébresztő előadás tart. Remélem, tényleg ébresztő lesz, bár úgy látom, hogy minket nem tud még a 40 fok sem eltántorítani a gondolkodástól és a tanulástól, ennek nagyon örülök. Szervusztok, jó reggelt, Vercsek Ilona vagyok, és
Hát én közösségfejlesztő vagyok, de és nem felnőtt képző, ezt azért egy az országban az egyik legjobb felnőtt képző jelenlétében, Arapovics Mária jelenlétében mondom, hogy előre elnézést kérek, én nem felnőtt képző vagyok, de azért értékes talán az én megközelítésem, mert engem a közösségfejlesztés teljesen logikusan vezetett el a felnőtt képzésre. Soha életemben nem gondoltam, hogy ezzel foglalkozni fogok, és egyáltalán ez a téma engem érdekelni fog. Egész egyszerűen közösségfejlesztőként csináltam a helyi munkákat, és fokozatosan jöttem arra rá, hogy eszméletlen nagy tudatossághiány van, alapvető ismereteket nem tudnak az emberek, nincs kilátás, rálátás a világban zajló folyamatokra, nagyon szűkek ezek a belső világok, nagyon zártak, és hát ez elkezdett engem izgatni, hogy ez hogyan lehetne felbontani, és hogyan lehetne kikezdeni. Engem mindig ez érdekel különben, hogy hogyan lehet valamit kikezdeni, és megváltoztatni ezt a helyzetet, ami ott van. És aztán fokozatosan jöttünk arra rá, nem tudtunk mi még akkor ilyen dolgokat, amikor ezt elkezdtük a 70-es években, 80-as évek elején, hogy képessé tétel, képessé válás, fogalmunk se volt erről, hogy ez mit jelent. Egész egyszerűen csináltuk, amit a szükség megmutatott. És szerintem, hogyha az ember jól figyel arra, amit csinál, mert valami mérce igazítja őt, hogy merre menjen, mit csináljon, akkor egyszer csak elkezd ez a dolog egy rendszerre összeállni. És ez a rendszer, ez egyszerűen követeli azt, hogy most ezt kell tenned tovább lépésként. Ilyen volt a civil kollégium létrehozása. Varga Tamás találta ezt ki, hogy kellene egy képzési központ, mert hogy tulajdonképpen már ilyen kvázi képzési folyamatokat is szerveztünk egy-egy közösségfejlesztői munka során. Mert hát szükség volt rá, de ez soha nem úgy volt, hogy valaki kiállt így, mint én most ide középre is elmondtam, hanem mit gondolsz, nem így kéne, nem úgy kéne, kérdezd meg azt, menj oda hozzá, olvasd el ezt, hoztam neked valami, szóval ezek ilyen típusú képzések, képződések, tanulási folyamatok voltak, és akkor Tamás azt mondta, hogy hát azért nagyon jó lenne, hogyha szerinte az nagyon klassz dolog, amikor az emberek eltávolodnak attól, ahol élnek, kicsit kilépnek abból a világból, ahol élnek, és elmennek valahova, teljesen máshova, ahonnan rálátnak arra a valóságra, amiben élnek, és meg fogod látni, magyarázta nekem, hogy ez teljesen más nézőpontot fog a számukra biztosítani. Ugye, amikor külföldre megyünk például, akkor is hihetetlenül másképp érzékeljük a magyarságunkat és azt a valóságot, amiből kiszakadtunk átmenetileg, persze minden zsigerünkben visszük magunkkal ezt a valóságot, ez nyilvánvaló, de mégis az ő tükrükben látjuk meg önmagunkat, és ez nagyon érdekes, és akkor azt találta ki Tamás, hogy úgy legyen, hogy ne egy közösségből jöjjenek ide tanulni emberek, hanem legalább három helyi településről, lehetőleg az ország minél távolabbi részeiből, és akkor milyen izgalmas lesz az, amikor ráismernek arra, hogy a problémák egyfelől közösek, hasonlóak egymáshoz, másfel hiába él valaki Kelet vagy Nyugat-Magyarországon, az emberiségnek a problémái nagyon hasonlóak, legalábbis azonos kultúrkörökön belül, de most már lassan egyébként is. És ugyanakkor mégis mások, ugyanakkor mégis a helyi problémák azok mindig azért specifikusak. Hát így aztán kialakult a civil kollégium, majd esetleg, ha lesz erre idő, akkor nagyon szeretném, ha adna valaki kölcsön egy órát. És amit ide, mert az én órámból az elem meg kifogyott, amivel tanításra szoktam használni, nagyon szépen köszönöm, mert olyan nagy ez a téma, hogy én képes vagyok elragadtatni magam. Bár amikor látom, hogy elfáradtok, akkor azért leszoktam állni. Na, tehát így indult ez az egész dolog, és így alakult a felnőtt képzés
így vált a felnőtt képzés tulajdonképpen egy részévé, egy nagyon fontos részévé a munkámnak. Most sem azt mondom, most sem azonosítom magam felnőtt képzőként, közösségfejlesztő vagyok, de nagyon, egyre nagyobb szerepet tulajdonítok ennek a dolognak. Na most, hát tulajdonképpen azért a közösségfejlesztés, ma már tudom, hogy erről szól, hogy képességtétel, képességválás. Nem régen a Petákkal meg az Arival együtt voltunk olyanokkal, akik mély szegénységben élőkkel foglalkoznak, és ott felállt az egyik férfi, ha jól emlékszem, valahonnan Észak-Magyarországról, és azt mondta, hogy akikkel ő együtt dolgozik, azoknak fogalmuk nincsen arról, hogy ők kik. Ez többenetes felismerés szerintem. Itt kezdődnek a nagy dolgok. Ki vagyok, mi dolgom ezen a világon? Milyen életlehetőségeim vannak? Mit várhatok el a társadalomtól, a közösségemtől, magamtól, és én mit tudok adni ennek? Tudatos-e bennem az a helyzet, amiben élek, amiben az erők kényszerítettek, és én megadtam magam ezeknek az erőknek, ugye? Tehát ott kezdődik tulajdonképpen a képességválás, amikor az ember képes önmagáról így gondolkodni, képes a közösségéről így gondolkodni, és képes ugye ti is tudjátok, hogy a fiataloknak önismereti csoportokat csinálnak állandóan, ami erről szól tulajdonképpen, hogy ki vagyok én. Persze ez mindig változik, én már nem vagyok azonos a 30-40 évvel ezelőtti önmagammal, mert nyilván változnak a körülmények, a szituációk, a személyiség érik, fejlődik, tehát nyilvánvaló, de ez egy olyan folyamat, amit állandóan karban kell tartanunk ahhoz, hogy létezni tudjunk a világban. Mi az, ami arányos hozzá, mondja József Attila? Öcsödön rossz volt, kellett volna kis csikó, kis ló, minden, ami a mostoha apámnak volt, és ami arányos lett volna hozzám. Ami arányos hozzám, arról kell elgondolkodni. Tehát a képességtételről szól a közösségfejlesztés. Na most, tulajdonképpen a közösségfejlesztő tanulási szempontból nem csinál semmi más, csak felkelti az igényt valamiféle tevékenységre, mozgásra, kezdeményezése révén, és utána figyeli, hogy ennek milyen képzési, most idézőjelbe téve, szükségletei vannak, és azt becsatlakoztatja ebbe a folyamatba, és rögtön kiszáll abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy már a közösség saját maga meg tudja szervezni, hogy mit akar tanulni, kitől akar tanulni, hova akar menni, el akarok menni meglátogatni egy másik közösséget, amelyik ugyanezzel a problémával foglalkozik, és így tovább, ezek mind tanulási momentumok. Engedjétek meg, hogy egy kicsit, nem fog fájni, nagyon érdekes szerintem, alá tegyek egy kis történeti vagy szemléleti alapot ehhez, amit most beszélünk, mert tulajdonképpen akkor fogjuk azt megérezni, hogy persze minden ember úgy érzi, hogy az élet az ő színrelépésével kezdődik, és ez normális teljes mértékben. De azért egy idő után nagyon nagy megnyugvást és erőt jelent az, amikor észreveszünk, hogy emberek milliói különböző áramlatoknak akiket később csoportosítunk, és azt mondjuk, hogy ez ilyen áramlat, ezek az utópisták, ezek az anarchisták, ezek ilyenek, olyanok, amolyanok, ők nem tudták magukról, vagy nem feltétlenül gondolták a kezdet kezdetén, de elkezdtek valamiben ügyködni, dolgozni, ami ma számunkra értékes, és amiből rengeteget tudunk tanulni. Nézzük meg, hogy mik a közösségfejlesztés hátterében álló legfontosabb szellemi tradíciók. Két ilyen nagy szellemi tradíció van, az egyik, meglepő módon a társadalmi tanulás, de nem erről fogok először beszélni, hanem a társadalmi mobilizáció. A társadalmi mobilizáció tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan akarjuk fejleszteni azt a valamit, amit fejleszteni akarunk, közösséget vagy társadalmat, ugye? Úgy akarjuk-e fejleszteni, hogy valamilyen módon szakemberek által, reformok által, felülről lefelé, ezt ismerjük mi, ezt a modellt, Európában még mindig ez az uralkodó, ugye, hogy okos emberek kitalálják, hogy hogyan kell kivezetni minket a válságból, mondjuk.
vagy hogyan kell belevezetni minket a válságba, ugye? Ezeket kitalálják, és akkor ezek ilyen megreformálni az intézményeket, megreformálni az államot. Hát ezt nagyon jól ismerjük, ugye? És ennek a csődjéről is, illetve hát a nehézségeiről is van kritikai gondolatunk bőven. Ez az egyik ilyen vonal, tehát a reformok vonal a felülről lefelé. A másik, az úgymond ellenzéki mozgalmak, vagy alternatív vonal, ebben sokan érintettek vagyunk, itt már ezt egyeztettük az óráinkat eddig is az elmúlt héten, akik úgy gondolják, hogy alulról jövő kollektív cselekvéssel kell megváltoztatni a világot, és olyan fejlesztéseket kell létrehozni, amik széles körű közösségi konszenzussal vannak megerősítve. Most nagyon érdekes ez, ugye Saul Alinskyt például most nagyon a mozgalmak kapcsán nagyon úgy gondoljuk, hogy ő az egyik ilyen nagy fenegyerek, az egy ilyen nagy krakérer, aki kiállt és jól bemosott a társadalomnak, és egy teljesen más dolgot akart megcsinálni. Részben van csak igazunk, ugyanis Alinsky egyáltalán nem akarta a fennálló rendet megváltoztatni. Nem akarta, ő csak azt akarta, hogy a hátrányos helyzetű emberek emberként legyenek kezelve a társadalomban, és ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, mint a többi emberek. Tehát vannak olyanok ezek között, az alternatívok között, akik úgy gondolják, akik szintén reformokban gondolkodnak, de alulról jövő reformokban, olyan alternatívákat akarnak kidolgozni a meglévő, a hivatalos mellé, amik bizonyos problémáknak a kezelésére alkalmasak. És vannak olyanok, akik pedig tagadják annak a társadalmi rendnek az érvényességét, és valamilyen alternatív közösségeket akarnak létrehozni. A kibuc mozgalom például ilyen, egy alternatív közösségi mozgalom volt. Vagy mit tudom, én puskázok itt egy kicsit, mert az anarchisták például, ugye, hát most a hallgatóimmal az egyetemen olvastunk Kropotkint. Hát fantasztikus, érdekes volt ez, mert ő azt mondja, hogy olyan alternatív önkormányzó közösségeket hozzanak létre, amelyek alapja a kölcsönös segítségnyújtás és az önsegítés. Így van. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok, hogy hogyan képzelik el, és hogy ezek az erők hogyan bánnak el egymással. Tulajdonképpen ez az iszabirkózás zajlik most a világban, és mi is részesei vagyunk ennek, még akkor is esetleg, hogyha közülünk nem mindenki aktivista, de mégis benne vagyunk ebben, hogy most akkor hogyan is akarjuk megváltoztatni ezt a világot. Na most azt mondja, mindegyikre érvényes, az összes alternatív fejlesztési elképzelésre érvényes, hogy következő működési elveket képzelik el: együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás és csere, viszonossági alapon, ugye, közvetlen részvételi demokrácia, a konszenzus gyakorlása a döntéshozatalban, és föderatív struktúra kialakítása. Hát amikor tegnap beszélgettünk például a Kiháról, akkor nagyon, nagyon ezen a forrásvidéken settenkedtünk, tényleg. Én is úgy gondolom. Na, tehát ez a mobilizáció, ami nagyon áthatja a közösség. A közösségfejlesztés sem egy homogén dolog. Nagyon sokféleképpen lehet ezt felfogni. És akkor még csak a tagolhatóságának csak egy részére villantottam rá, mert akkor még nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy milyen a helyi kultúra, milyen a közösségfejlesztő politikai beállítottsága, mert ez is nagyon, ezek mind nagyon fontos tényezők, de most én ezt a reform, nem reform alternatívák felállítása. Ez a társadalmi mobilizáció részt. Most nézzük a társadalmi tanulási részt. Azt mondja, hogy a tudás a tapasztalásból születik, és a gyakorlatban nyer megerősítést. A tudás a tapasztalatból születik, és a gyakorlatban nyer megerősítést, igazolást. Ez fantasztikus jó mondat, mert ez azt jelenti, hogy a tudás állandóan változik. Ugye? Mert a gyakorlatunk is állandóan változik. És egy állandó oda-vissza dialektikus folyamat jön létre,
egészen más tartozik a mai ember tudástárába itt Magyarországon, esetleg aki közösségfejlesztéssel foglalkozik, vagy ezzel a dologgal, mint olyannal, aki teljesen más vidékén él a világnak, és más szakmája van, más szervezetekhez tartozik, és így tovább. Tehát egy óriási körforgás, amik folyamattá szerveződnek az életünk során. Egy John Dewey, én nem tudom egyébként, Mariska ezt majd mondd el, hogy ez a John Dewey, ez egy érdemleges embere, de én olvastam róla, és fantasztikus, ez egy amerikai felnőttképző szakember, aki az ottani oktatási reformot kitalálta, és hát átverte, hát persze melyik század volt az 1852, az a múlt előtti század, igen, tehát 1859-ben született, és élt vagy 100 évig, szóval nagyon rendesen azért megadta a módját a dolgoknak, és ő írt egy olyan könyvet, hogy Demokrácia és nevelés, és azt mondja, hogy az érvényes tudás az igazság általánosan elfogadott elméletén alapszik, melyben az emberek folyamatosan fedezik fel az újat, hátrahagyva a régit, a tények vizsgálatára támaszkodva. Az igazság keresésének a közösségben, a szomszédságban kell kezdődnie, sőt, tulajdonképpen otthon, mert azt mondja, a demokráciának otthon kell kezdődni, amely nem más, mint a környező közösség. Hát ez így van, tehát amikor valaki azzal áltatja magát, hogy elmegy 4 évente szavazni, és ezzel letudott mindent, és áthárította a felelősséget azokra, akiket megválasztott, az nagyon rosszul teszi, mert a demokráciának a párkapcsolatokban, a gyerekkel való kapcsolatban, a szomszédokkal való bánásmódban, és így tovább meg kell nyilvánulnia. Nagyon érdekes Kurt Lewint is behozni ebbe a körbe, aki újra tanulási folyamatnak nevezte a csoportdinamikai folyamatot, újra tanulási folyamat, és azt mondja, hogy a valódi tanulásban állandóan a világgal való kapcsolatunkat defináljuk újjá. Nem így van? Ez egyszerűen olyan fantasztikus igazság, hogy egyszer csak ránézek valamire, amit tegnap még olyan meghitt és olyan fontos volt nekem, és ma már úgy érzem, hogy ez a dolog kiüresedett, ma már máshol tartok, ugye? Mint ahogy én mostanában nézem a politikai híreket, és azt mondom, ezek a tegnap emberei, egy olyan fantasztikus érzésem van, hogy ez már nem érvényes, ez egyszerűen már ennek már nincs relevanciája, még itten csinálnak egy-két kunsztot, de igen, de tulajdonképpen ez már elmúlt. És ezt az ember olyan csalhatatlanul érzi, ahogy benne van a világban, és ahogy éli az életét, és figyel, igen, megalakítja. Na, tehát, és ez a csodálatos Lewin azt is mondta, hogy a szakembernek nem kellene szakértőként részt vennie a változás folyamatában, hanem a változás közvetítőjének kell lennie. A változás közvetítőjének kell lennie a szakembernek. Már itt vagyunk a közösségfejlesztőnél, mert én így értelmezem a közösségfejlesztőnek a szerepét, hogy ő a változás közvetítője. Úgy sajnálom, hogy elment ez a szép kislány, aki tegnap azt mondta, hogy a valóság csak illúzió, mert ez annyira neki szólna, de annyira neki szólna, de hát hiába. Igen. Jó, megírjuk neki, majd a parola, készül erről egy parolaszám az idei nyári egyetemről, amiben benne lesz, igen. Tehát útmutató legyen, képző legyen, de ne abban az értelemben legyen képző, hogy kiáll a katedrára, hanem abban az értelemben, hogy valamilyen módon és mértékig együtt él a közösséggel, nem kell elvegyülnie, nyilvánvaló, mert akkor elveszíti pont azt, ami az ő lényege, hogy azért rálátása van a dolgokra. Na, most jön a gyakorlati része a dolognak. Ez nem volt rossz, ugye, ez a kis elméleti alátámasztás ezzel a két nagyszerű emberrel. Ugye az a témája ennek a nyári egyetemnek, hogy miből lesz az állampolgár. Még azt nem mondta el senki ezt az arisztotelészi idézetet, hogy a demokratikus állampolgára az, aki követi, de egyben maga is formálja a közösség szabályait.
követi a szabályokat és formálja a szabályokat. Nagyon jó volt ez a felnőtt az Oktatáskutató Intézettől az a, nem tudom, Jakab, igen. Nagyon-nagyon, hát itt voltunk ennek az egésznek a kapujában, mert ugye tényleg arról van szó, hogy ha részt veszek a szabályok megalkotásában, akár egy mozgalomnak a szabályainak a megalkotásában, akkor én be is tartom azokat a szabályokat, mert hát én benne voltam, én találtam ki, ugye? Ez nyilvánvaló. Abban a pillanatban, hogy mások, valahol valakik, akiket nem is ismerek, soha életemben nem beszéltem velük, nem volt módom befolyásolni őket, soha nem érdekelte őket az én véleményem, hoznak valamilyen szabályt, vagy szabályhalmaz, törvényhalmaz, abban a pillanatban elszenvedője leszek ennek a dolognak, és kijátszom, erről is már volt szó, erre most csak éppen utalok. Na, tehát aki követi a szabályokat, és maga is formálja, és hogy aztán későbbi példák, civil társadalom elmélete tele van ilyenekkel, hogy a mit tudom én, az ember, hogyha részt vesz a szabályok létrehozásába, akkor hajlandó bizonyos értelemben a szuverenitása egy részéről lemondani. Ez az, amit nem ért, vagy nem akar megérteni a mai magyar kormány. Hogy itt a szuverenitás lemondása nem valami ködös nemzeti függetlenség és valami 19. századi szabadságharc, marhaság egyszerűen ma már ezt mondani, megmondom őszintén, hanem a szuverenitás lemondása az, hogy nekem jobb lenne az, hogyha így lenne a dolog, de belátom. Ez a szó, hogy belátás. De belátom azt, hogy ez nem lehetséges, mert a többségnek más az érdeke, és én lehet, hogy ezzel egyedül vagyok, alávetem magam ennek az akaratnak. Képes vagyok én is alávetni magam. Nem szeretem dolgoknak is, hogyha belátom azt, hogy arra szükség van. Na, jó van. Akkor azt nézzük, hogy az állampolgári nevelés, ugye, mert akkor is ettenkedünk itten, annak egy része a példamutatás és a tapasztalati tanulás. Ennek nagyon nagy részének kéne lenni. Tanulhatunk mi akármilyen jó dolgokat, akár az iskolában is, de sajnos az iskolában ilyeneket, mint szintén a nyári egyetem megerősítette, nem nagy számban tanulunk, de hogyha az élet rácáfor erre és nem igazolja, amit az iskolában tanulunk, akkor azért is mondtam nektek is tegnap, hogy nagyon jó lenne kimenni az iskolából, mert az iskola azért egy homogén és egy üvegbúra azért. Az élet azért ennél sokkal izgalmasabb is, és sokkal nehezebb is persze. Hát persze az iskola se könnyű, én nem mondom, de fokozatosan azért kifele kell nyitni, és kapcsolatot kell teremteni a közösséggel. Ha kívülről teremtünk kapcsolatot a közösséggel, akkor arra is volt már szó, akkor ez az a közösségi szolgálat, amiről beszéltünk, vagy a settlement mozgalom, amiről a Giceivel beszélgethettek ma, de meg már sokan ismerjük is, meg ma is megalakultak új settlementek, ugye a hátrányos helyzetű közösségekben, és elvileg ez az intézmény, a settlement intézménye, ez a közösség egészével való kapcsolatteremtése és együttműködése kitűnően alkalmas. De lehet belülről is, tehát a közösségen belül is tudok kapcsolatot teremteni, mert hány ember él a közösségben úgy, hogy csak éppen ott lakik, de nincsen kapcsolata a társaival, a szomszédaival. Ez tulajdonképpen nem jelenti a közösséghez tartozást. A közösséghez tartozás azt jelenti, amikor viszonyaink vannak egymással, kapcsolataink vannak egymással, és ezek új minőségeket hoznak létre. Ez a közösséghez tartozás. Arapovics Mari írta, a múltkori parola számban jelent meg, és ezt nagyon javaslom nektek, hogy olvassátok el, a interneten lehet most már csak olvasni, mert e-változat van már csak, azt mondja, a civil szervezetek a sajátos feladataik felvállalásával megalakulásoktól kezdődően egyúttal tanulási szinterek is. A közös értékrendel a mozgalmak is hozzáteszem, hát az is civil, persze. A közös értékrenddel rendelkező, szervezetté formálódó csoportok, közösségek tagjai egymásnak és másoknak magatartás mintákat mutatnak.
A közös érdekek képviselete, a célként kitűzött feladatok megvalósítása folyamatosan formálja a résztvevőket. A hasonló értékrend, a közös ideológia vagy identitás átadása történhet egyrészt a szervezeti kultúra megismerése és elfogadása által spontán módon, szocializációs úton informálisan, másrészt lehet tudatosan is formálni, erősíteni, akár csapatépítéssel, akár feladatellátás érdekében, szakmai belső és külső képzések által nem formális vagy formális tanulás útján. Azt hiszem, hogy ez a kapcsolatteremtés a helyi közösséggel a meleg ágya a tapasztalati tanításnak, mert amikor például mi most a legnagyobb gondban vagyunk, hogy hova küldjük a közösségi és civil tanulmányos eltés hallgatóink a terepgyakorlatra, akkor tulajdonképpen ez a gond húzódik meg mögötte, hogy milyen kapcsolatot tudjunk létesíteni a közösségekkel, és milyen közösségekbe merítkezzenek meg ezek a fiatalok, és hol szerezzenek munkatapasztalatot is, mert ugye ez a következő, a munkatapasztalat szerzés, mert itt nem arról van szó, hogy mint egy kiállításon végigmegyünk és megnézzük azt a közösséget, ilyen is van, igen, de arról van szó, hogy beavatkozunk annak a közösségnek az életébe, és valamiféle ilyen részvételi akciókutatásban veszünk részt, amikor terepmunkán vagyunk tulajdonképpen. Na. Ehhez szocializációra van szükség, és akkor egy csomó példát összeírtam, amit nyilván nem fogok tudni most elmondani. Szerintetek olyan 30 perce beszélek, ugye? Kb. Igen. Még egy most kicsit... Volna. Édesem, drágám. Jaj, ez olyan gáláns ez a Feri mindig. Na mostan... Mit mondod? Főleg az idővel. Ki irányít itten? Time manager, van még időm? 10 óra 2 perc. Még van 5 perc. Ismeritek a viccet a gyorsolvasásról, ugye? Ma a háború és békét olvastam, az oroszokról szól. Hát akkor körülbelül a példák, amiket a módszertan, amikre tegnap felhívtam a figyelmeteket, ez most következne. De azért mondok néhány dolgot, jó? 5 perc alatt. De egyébként leírtam ezeket már, és a parolában ez is olvasható, közösségi tanulás talán, vagy mi a címe, nem is tudom. Jó, mindegy. Na szóval a lényeg az, hogy helyi tantervek kellenének. Először is a gyerekekkel szeretném kezdeni, bár az Ari nagyon hangsúlyozta a felnőttképzést, de azért a gyerekekre is figyelek egy kicsit. Helyi tantervek, helyi közösség ismerete. Ez egy élettantárgy, a helyi közösség ismerete. De könyörgöm, és kérlek benneteket, ne arra gondoljatok, hogy a hagyományait megismerni, meg a néprajzát, meg a történelmét, persze a csúnya részeket kihagyva belőle, hogy esetleg a közösség nem állt helyt bizonyos vészterhes időkben, és nem mentette meg a polgárait a pusztulástól, ezeket úgy kihagyjuk, átlapozzuk. Nem ilyen közösségismeretre, hanem valódi szembenézésre gondolok a közösségismeretben, és abban is, hogy mondjuk itt van ez a Kunszent Miklós, 8000 fős város, ebben élt 1200 cigány ember, akik valamikor organikusan beépültek voltak a helyi társadalomba, meg volt az helyük, a szerepük, és innen nagyon sok zenész cigány járt fel Budapestre zenélni. Gyanítom egyébként, hogy a zeneiskola létrejöttének is ez a zenés hagyomány, ez a zenész dinasztiák, akik itt éltek, meghatározó szerepet játszottak, ugye? Most azt nem kell tovább mondanom a történetet, mindannyian tudjuk, hogy mi történt a rendszerváltás után a cigánysággal. De egy mai gyereknek, aki itt nő fel, nem csak azt kell tudni, hogy... Fele vagyunk impulzussal. Abszolút mértékben folyik az élet itt körülöttünk. Szóval nem csak arról van szó, hogy mint egy merev, statikus, történelmileg leszűrődött valóságot nézzük a közösség ismeretben a saját közösségünket, hanem azt is, hogy milyen bajok történtek velünk, milyen katasztrófák, milyen megrázkódtatások,
hol érezzük magunkat becsapva, hol sikerült valamit jól megcsinálni. Mi legyen, milyen életlehetősége van itt a gyereknek. Soha életemben nem felejtem, amikor elkezdtünk ide Tamással, Kunszent Miklósra vagy Kunbábonyba járni, akkor én bele voltam abba betegedve, hogy hogy beszélnek az itteni emberek a gyerekeikkel, hogy kimész, leülsz, felállsz, nézz a néni szemébe, köszönd meg neki az ajándékot, hangosabban mondjad, nem hallja. És szóval ez a, értitek, ez a fajta, nagyon parancsolgató típusú nevelési mód, ez abszolút idegen volt tőlem már. Meg, már réges-régen, tehát a nagyszüleimtől is, hát a mi családunktól. És akkor a Tamás azt mondta, hogy Ilikám, nekik itt kell élni. Itt fogják leélni az életüket ebben a világban, nem a te fejeddel gondolkodnak. Nagyon meg kell ezt értenünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy úgy gondoljuk, ma már nyilván nem ezek az emberek, nem, mert azóta ők is átmentek a változás, ugye a tanulási folyamat, ők is átmentek egy tanulási folyamaton, de bizonyos meghatározottságokat, helyi dolgokat el kell fogadnunk, mint kiindulási alapot, de a változásra kell törekednünk. Tehát amikor a helyi közösség ismeretéről van szó, akkor ezeket a latolgatásokat el kell kezdeni. Milyen jó volt az a példa a finnekről, hogy elkezdtek arról beszélgetni, hogy 30 év múlva milyen világot akarnak. És abban megállapodtunk szerintem, hogy akik ebben a beszélgetésben részt vettek, azok tudják a dolgukat, mint gyerekcsoport, mint ifjúsági csoport, mint felnőtt csoport, hogy mit kellene csinálniuk. Meglátják a gondolkodási folyamatban, a tanulási folyamatban a saját teendőiket. Na most, át is mentünk a közösségi tervezés, community planning, ugye, a film példa mellé még idehozom az Agenda 2000-et, amit ugye a Riói egyik első nagy közösség, nem, környezeti konferencia után határoztak el, hogy az egyezményeket aláíró ország közösségeinek végig kell gondolnia azt, hogy milyen fejlődést képzel el a saját térségében, kistérségében, régiójában az elkövetkezendő 50 évben. Történetesen voltam ilyen megbeszélésen Angliában, elképesztően nagyszerű volt. Ugyanaz, mint a film példa, csak elmondom, hogy nagyon sok lehetőségünk van arra. Most például ki van hagyva megint egy lehetőség, mert a következő Európai Uniós ciklusra miért nem tervezhettünk mi ilyen módon, miért nem készíthettünk közösségi terveket, és miért nem csatlakoztathattuk be ezt az NFÜ terveibe? Ó, mondd miért. Na kérem, a közösségi gazdaságfejlesztés a következő ilyen példa, a tanulási példa, ami jó, az a közösségi, amelyik jó a közösségnek, jó annak, aki csinálja, mert kapva a közösségnek valamilyen hiánya redukálódik, annak az embernek, aki csinálja pedig, amellé, hogy van egy kis kenyérkeresete, van egy olyan jó, itt a szövetkezeti embereknek, akik keveset keresnek, ezt tudjuk, és hektikusan, nem egyenletesen, van egy olyan jó érzésük, hogy ők a civil kollégium életbetartásáért is dolgoznak, mert azt mondta nekem az egyik asszony, hogy enélkül Kunbábony semmi. Ha nincs civil kollégium, akkor Kunbábony megszűnt létezni, mondta. Tehát felismertek valami fontos dolgot, és ezért ők küzdenek. Na, hát itt a dán termelői iskolától kezdve, ami arról szól, hogy a lézengő gyerekeket hogyan lehet és érdemes úgy tanítani, hogy gyakorlaton keresztül azonnal munkába bedobni, hajót építeni, kikötői munkát csinálni, mit tudom én, a tengerparton turisztikai eszközöket kölcsönözni, és a legkülönbözőbb formátumban házat építeni, és vendéglőt létesíteni, és ifjúsági kávéházat működtetni, miközben ugye, azt mondja, hogy a fene egyen meg, hát ezt nem jól csináltam, ezt nem így kellene csinálni. Utána kell néznem, hogy hogy kell ezt jól csinálni, és akik életben vannak, mint vállalkozók, azok hogy csinálták ezt. És ő maga elkezdi magát programozni, megmutatja neki az, amit csinál, hogy mit kell neki megtanulni.
települési ifjúsági és önkormányzatokról volt szó, ifjúsági turizmus, ami Franciaországban fantasztikus, fiatal animátorok csinálják, 17 éves gyerekek foglalkoznak egészen kicsikkel, és nagyszerűen, a kicsik imádják őket, lógnak rajtuk, mindent elfogadnak tőlük, és végre nem a pedagógus van ott, aki egész évben rágja a fülüket ezzel, azzal, amazzal. Példaképek is mutatnak, persze nem mindegy, hogy miért. Cserék, nemzetközi építőtáborok, alkotni, létrehozni valamit. Én attól lettem az, aki vagyok, hogy 17 éves koromtól 26 éves koromig a Szkéné tagja voltam, és alapító tagja, színjátszó. Én egyszerűen ott megtanultam, hogy mi az egy ügyért dolgozni, de életre-halálra ám. Életre-halálra. Mindennél fontosabb volt, a létezésemnél fontosabb volt. Mindent feláldoztam érte, és nem én voltam így egyedül. Aki ezen átmegy, az valamit nagyon megtanul az életben, és egy készség, egy készség halmaz fejlődik ki benne. Közösségiskolák, közösségi oktatás, erről már volt szó, erről most nem beszélek, ökoiskolákról is szintén volt szó. Itt leírtam svéd meg norvég szervezeteket, akik nagyszerű munkát végeznek, tanítási folyamatokat, erre most abszolút nincs időm. Magyarországon is azért a szabadművelődés, népművelés, nyitott házak, közösségi és faluházak, szetlementházak nagyon-nagyon jó terepét adták nekünk ezeknek a tanulási dolgoknak, amire most szintén nem tudunk kitérni, de hát ez megéri a vele való foglalkozást. A civil kollégiumról is hosszan beszélhetnék, mert azért itt az a típusú képzési folyamat, ami elindult, 97. júliusában nyitottuk meg, ez sajnos csak 10 évig tartott, körülbelül 10. Akkor volt ez a típus, amit Tamás kitalált, hogy 3 helyről jöttek össze az emberek, és aztán a változás bekövetkezett a világunkban, amit értelmezni kellett, fel kellett ismerni a trendeket, és új dolgokat kellett csinálni. Fokozatosabban teret nyertek a szakmai képzések, kitalálódott egy új képzési rendszer, amelyiknek az volt a lényege, hogy az emberek saját maguk rakhatják össze, hogy mit akarnak tanulni, mert az egyik civil szervezetben dolgozik, és az érdekli, hogy kell egy szervezetet működtetni, a másik közösségi gazdaságfejlesztéssel akar foglalkozni, a harmadik, mit tudom én, a demokrácia érdekli, de úgy ám általában, szóval rendesen. A negyedik a közösségfejlesztése, és akkor megállapítottuk, azt hoztuk össze, hogy legyen 5 olyan modul, amit elvégez valaki az 5 hétvége, és ezen az 5 hétvégéből 2 legyen kötelező, de nem 2 darab konkrét kötelező, hanem 5 kötelezőnek ajánlott témából lehet 2-t kiválasztani. Tehát abban is a választás, a szabad választás lehetősége érvényesült, és a többi pedig a fennmaradó 20 témából történő választás volt. És képzeljétek el, hogy ez 2008-tól ez a rendszer meddig működött, Máté? 10-ig. 2-3 évig. Hát elvileg mi ezt akarjuk folytatni, csak pillanatnyilag olyan, mert hogy a civil kollégium az tulajdonképpen, hát teljesen önköltséges, vagy pedig hát támogatott képzésekkel dolgozik, és hát ma nem lehet ilyen képzésekre támogatást szerezni, és ha lehet, akkor is az a baj, hogy az úti költséget sem nagyon tudják kifizetni az emberek, hiába van a képzés ingyen, meg a lelátás ingyen. Szóval nagyon megváltozott, és nagyon nehéz most a helyzet, de átmeneti, szóval ez, mint tudjuk, örökké változásban élünk, és ki fogunk találni most akkor van másik, ahogy Ocsos Csöpi bácsi mondta, kitalálunk, addig csinálunk valami mást, és ezt a dolgot pedig hagyjuk, mint a keltésztát kelni, egy darabig, igen, ameddig lehetséges. Na, hát szóval láthatjátok, hogy nagyon a helyi közösségeknek és közösségi csoportoknak meghatározóan fontos szerepe van az emberi válásban tényleg, és a teljes emberi életet magába foglaló közösségi létnek a kialakításában, és ezt hát mindenféleképpen segítenünk kell, mert enélkül társadalmi funkcionalitás lép érvénybe, fogyasztói kultúra, ez válik általánossá, és egész egyszerűen az ilyen értelmes dolgok és megtartó dolgok, ezek háttérbe szorulnak, mint amit hát sajnos szintén átélünk.
Szevasztok. Egy itt most egyelőre. Átugrottam három oldalt így egy ízével. Nem 5 percben, az biztos, de nem sokkal többen. És hát nagyon nagy a téma és gyönyörű, úgyhogy javaslom, hogy tanulmányozzátok és foglalkozzatok vele. Köszönöm szépen! Ti is ilyen eszméletlen állapotban vagytok? Nem tudom, a gondolatébresztéstől gondolatok után van-e valakinek valami reflexiója, hozzáfűzni valója ezekhez a gondolatokhoz? Zsuzsa, jó, oké. Nem kell beszélni ilyen mikrofon? De. Jövök azért. Tudok beszélni. Mikrofon nélkül már otthon se beszéljetek ezt után. Csak ott nem megyünk ki. A tanuláshoz való bátorságot szeretném megemlíteni. Ugye van egy küszöb, amit át kell lépni ahhoz, hogy valaki elég bátor legyen, akár még egy ilyen közösségben való tanuláshoz is. Az egy, most ilyen szempontból nem érdekes az informális, most amit mondani akarok abból a szempontból, az a típusú informális tanulás, amit az Ilka mondott, hogy civil szervezetben vagy valami közösségben való lét is maga egy tanulás, hanem az, amikor mondjuk például, ugye tényleg egyszerűen elképzeltük, és abban az időben ez nagyon jól is ment, olyan 97-98, meg mit tudom én, ezekben az időkben így a civil kollégiumban, hogy különböző helyekről jöjjenek ide közösségek, nem csak azért, mert mit tudom én, az ingyenes volt, tegyük azt, hanem azért is, mert a tanuláshoz való bátorság valahogy úgy érzem, hogy nagyobb volt. Tehát minthogyha ez a dolog valami más társadalmi folyamatokkal összhangban csökkenne. Nem azt hiszem, hogy azért, mert hogy az embereknek nem lenne ugyanúgy szüksége erre a dologra, lehet, hogy ezt egészen, vagy a felismerés is hiányzik, nem tudom, de azt érzem, hogy amikor elkezdünk közösségekkel, vagy településeken foglalkozni az emberekkel, akkor először ezt a küszöböt kell tudni átlépetni velük, hogy legyen bátorságuk egy ilyen szituációba belemenni, ahol egymástól akár saját tapasztalataik, csak akár saját tapasztalaték átadásával tanuljanak, nem is akadémikus tanulási folyamatról van szó. Tehát én úgy érzem, hogy egy újabb nehezítő tényező is van az életünkben. Jó hír. Hát azért ne haragudj, Zsuzsa, de az jutott. Hát a Zsuzsa, ha a tanuláshoz való bátorságot mondta, akkor szerintem a csináláshoz való bátorságot kellene előrehozni, mert a csinálás szülheti meg azt a bátorságot, hogy szükség van, vagy tud, vagy kellene, hogy valamit magamhoz vegyek. Most nem is hagyományosan, te is már ezt pontosítod, nem is hagyományosan vett tanulásról van minden esetben szó. Tehát a csináláshoz való bátorságot, hogy csinálni kéne, hogy én rajtam múlik, hogy tőlem is függ a dolog, szóval csak ez a szó jutott, vagy ez a kifejezés jutott eszembe a egyébként nagyon találó tanuláshoz való bátorsághoz. Akkor köszönj! Az Ilka hozzá akart szólni ahhoz, amit én hozzászoltam, nagyon kíváncsi. Nem, már majd elmondom, ez elvinné, nem. Ez, nekem mindenről eszembe jut valami, hát mit csináljak. Nem. Jó, akkor köszönjük szépen a részvételt. Mielőtt tovább mennénk, és 10:30-kor folytatnánk a tanulóköröket, előtte a Pablónak, Vágvölgyi Gusztávnak lenne egy kérése hozzátok, vagy egy ajánlata? Pontosabban egy kis hirdetés. Aki esetleg nem ismer, Vágvölgyi Gusztáv vagyok, Pabló, és többek között mi, ugye most a cselekvés bátorságáról volt szó, ugye Mikóházán gazdálkodunk, egy állattartással foglalkozó gazdaságunk van. A kárpáti borzeres szarvasmarha a fő irány, tehát hogy ez az, amivel mi igazán foglalkozunk. Tessék? Igen, nem is a megnézés a lényeg, hanem hogy most éppen az legújabb krízisünket éljük ebbe a gazdaságba. Egyszerűen az derült ki, hogy a falusi emberek nem nagyon akarnak már gazdálkodással foglalkozni, így a legalapvetőbb munkákra sem találunk embert, és akkor
ugye addig-addig kínlódtunk az elmúlt 5 évben, hogy úgy döntöttünk, hogy ha most próbáltunk például teheneket kihelyezni, tehát teljesen ingyen adtuk volna a falusi embereknek a tehenet, és nem volt jelentkező a faluba erre a dologra, és ezért leültem a Vívitányi polgármesterrel, hogy hát van itt egy csomó üres ház, hogy lehet, hogy akkor embereket kellene idehozni, akik gazdálkodni szeretnének. És akkor a Vívitányi polgármester, ez egy kis zsák település a Zempléni hegyközben, egy csodálatos környezetben. Ennek nagyon örült, mert hogy a falu meg egy ilyen kihalóban lévő falu. Tehát ilyen szempontból ennyi a lényeg, hogy most elindítunk egy a tehén kihelyezés előtt egy ember betelepítési programot, aminek az lenne... Hogy legyen kinek foglalkozni. Hogy legyen kinek odaadni a tehenet, igen, tehát hogy ez egy ilyen érdekes dolog. De ami a lényeg, hogy ha valakit érdekel, pontosabban nem is az a lényeg, hogy őt konkrétan, hanem szívesen viszi ennek a hírét, akkor erről... A falu nevét még egyszer? Ez Vívitány a falu, ez Sátoraljaújhely felett van a Zempléni hegyközben. Csak ennyi a lényege, hogy ebédnél, 12-nél ott az Epárfánál mondok erről egy bővebbet, akit érdekel, tehát a hirdetés csak erre vonatkozik, hogy vigyétek tovább a hírét azoknak, akiknek ez jó lehetőség. Írja parolába egy cikket. Nagyon szívesen, igen. Most összeállítunk majd egy portfóliót, úgyhogy amiben részletesen le lesz írva ez a dolog. Igen? Tudnák mondani, hogy ez halott ügy. Tehát, mert én arra gondoltam, hogy miért nem lehetne, tehát én olvastam ilyen kihalóban lévő falvakról, és hogy ugye üresen állnak a házak, hogy hajléktalanokat oda. Tehát most... Ezen már túl vagyunk. Túl. Jó, akkor majd ebéd előtt találkozunk. Igen. Jó, ennyi. Jó. Köszönjük szépen, és akkor nem maradt nagyon sok idő. Editnek is van. Itt találtam meg az előbb. Köszönöm szépen. Itt minden megvan. Jó, akkor most néhány perc szünet, egy kicsi mozgás, és akkor mindenki abba a tanulókörbe, amit szeretne. Guszti!